Na sziasztok, Vadak! Csak a Festool, még mindig. Mert múltkor bemutattam már a gépeket. Gondoltam, hogy csak elmondtam, hogy körülbelül én szerintem milyenek. Nem vagyok egy ipari felhasználó, csak egy hobbista. Most megmutatom, hogy körülbelül mire képesek a gépek. Ezt az anyagot választottam hozzá. Lesz a videóban majd 360-as, 280-as építőcsavar. Lesz 200-as állványcsavar, lesz kisebb építőcsavar, ez azt hiszem, hogy ez 100-as. Fogunk fúrni betonba, fába és vasba. Mind a két gépet ki fogjuk próbálni. Egyszer az akusát. 5. És ugye a hálózatit, ami már elvileg megszűnt. Ez egy nagyon jó kis gép. Megkérdeztem. Azt az információt kaptam, hogy ezt azért vezették ki, mert az új akus gépei képesek erre a teljesítményre. Ezért abszolút nincs szükség a kis teljesítményű hálózati gépekre. Nem tudom. Nagyon az akus felé terelődik a világ. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A videó közben, mivel én nem vágom a videókat, azért majd lehet, hogy fog mozogni a kamera, sőt biztos, mert ugye közelebb fogom rakni, hogy jobban lássátok a dolgokat. Először is nézzük az akusgépet, hogy mire képes. Fölülről nem fogom tudni belefúrni, ugye, hát mert nincs annyi anyagom, ezt az egy gerendát találtam. Ez egy 10x10-es szerintem. Az hát. 10x10-es. Kicsit száraz már. Hát majd meglátjuk. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy a nagyobb behajtó fej kell. Nézzük akkor először a 100-ast. Ott pont a kisebb behajtó fej kell. Remélem jól látszik. Nézzük a 260-asat. Nézzük a, vagy a 360-asat. Akkor nézzük az építőcsavart. Ez a fej kell. Pontosabban nem készültem, mert van még egy ilyen harmadik tokmányom. Akkor kivesszük belőle ezt, és belerakjuk ezt. Építőcsavar. Na, ennyi. A gyerekek ezt szépen viszi. Nézzük a fúrót. Ugye van olyan, amit bemutattam, kit készletet, ami bitfejbe befogható fúró. Be van fogva, gyerünk. Na, hát ez az akusgépe. Na, szépen kiszedünk belőle mindent, amit belehánytunk. Megpróbálom ugye az építőcsavart hosszába belefúrni. Na, azt egy kicsit
Le is engedem a kamerát. Meg közelebb viszem. Nézzük a legnagyobbat. Most meg is forgatja rögtön a fába. Kisebbet. Természetesen nem ugyanabba a lukba teszem, mert még valaki azt mondaná, hogy csalok. Gyerekek, ez ilyen. Szóval ez egy geci jó gép. Máú, ilyen csúnyán nem lehet beszélni. Szóval ez egy nagyon jó kis gép. Hát, még hátra van a betonfúrás. Arra egy 10-es VDA-t választottam. Átállítom ütvefúróra. És akkor itt a garázsom aljába fúrok nektek egy lukat. Leteszteljük, hogy milyen. Ugye hát általában ezek nem erre valók, téglába még jók, de megnézzük, hogy téglába már furtam, mert megnézzük, hogy betonra mire képes. Remélem látható. Is nagyon faszán viszi, amint látszik, durván eddig mentem bevele a betonba, de ez nem erre való, csak egy szemléltető, hogy hát azért ezt is viszi. Téglába viszont szenzációs. Hát most egy kis szünet, és akkor meglátjuk, hogy mire képes a hálózati gépük. Na szóval, hálózati gép, ugye ez ami már ugye megszűnt. Nézzük, hogy mire képes. Először is akkor nézzük meg a százassal. Hogy jók ezek az akkus gépek, de ez nagyon bika. Nézzük a 360-asat. Hát gyerekek, ez a gép, ez brutál. Építőcsavar, vagyis bocsánat, nem építőcsavar, ezt nem. Állványcsavar. Brutális. Szóval. Mondom, a fúrója is ilyen. Nézzük először a fa fúróját. De nem ez a vas, a fa fúróval raktam. Ja, aha.
van. Áttokmányoljuk a fúró. Sőt, így. Ez a legkisebb sebesség, amiről beszélünk. Ugye felállítom a legnagyobbra. Azért remélem, hogy látszik a különbség. Ezt az aksiképen kisebb próbáltam, de valószínű, hogy hasonló a teljesítménye. Hát, brutál. Na, átállítom a gépet a végére, és megnézzük, hogy a 360-as hálózati az hogy tekeri be. Közelebb viszem. Itt a 360, keresünk egy szabad felületet. Nagyon fordulaton beviszi-e, vagy letilt. Mert ugye ezeken a fesztulókon van egy tiltás. Aha. Igen, látjátok? Nem. De ha például átrakom egyesre, akkor eltekeri. Szóval négyesen nem vitte volna be, hármason betekerte, de meghúzni ott megállt, és igazából egyesen tudtam volna széthasítani a picsába. De hát de nem ez a cél. Mondjuk pont egy csomó van benne. Nézzük meg. Mit csinál a csomóval? Igen, ezzel. Aha. Most átszalak. Keci meleg lett. Na, szóval ez a gép ilyen. A vasfúrás az kimaradt. Mindjárt előveszem újra az aksis gépet, és akkor meglátjátok, hogy vasat. Hogy lehet vele fúrni. De akkor először rátesszük ezt. Azt megnézzük, hogy... Bocsánat. Javassa mi a helyzet. Remélem látszódni fog. Ez nem túl buszta, de vizet nem hoztam. De mindjárt hozok vizet.
Na hát ilyen. Ez egy, elvileg. Most csak mérőszalag van nálam. De ez egy 4-es, 4 mm-es anyag. Lehet, hogy a fúró is túl sok volt így ehhez, de így elvesszük az akkusgépet, és megnézzük, hogy az mit küzd vele. Na érdekes, mint hogyha ez jobban átvitte volna, de hát ez lehet az én bénaságom is, ugye, mert hát lehet, hogy ezt jobban nyomtam. Na mindegy, erre képes vasba. És akkor még maradt a hálózati gépnek a betonba való részvétele. Megint a kis garázsom aljába fúrok egy lyukat. Remélem jól látszik, majd próbálom nem eltakarni. Na nézzük. Lehet, hogy nagyon fasza előre haladott állapotban az akus technológia, de azért a hálózati gépek még mindig erősebbek. Szóval az a lényeg, hogy az akus gépeket összeszereléshez, bútorokhoz, alapvető gondolom villanyszerelők ilyenek használhatják, meg végül is téglába. Nagyon jól lehet vele ütve fúrni, de hát ugye megvan minden gép, hogy mire kell használni. Hát gyerekek, ennyi volt. Búcsúzom, aztán majd megpróbálok a többi gépről is tesztet csinálni, és akkor azokat is felpakolom. Na, sziasztok!